Most szeretném megkérni egyébként a lányomat, Szakály Juditot, aki a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 12-es tanulója, hogy tartsd meg az előadását, ami arról szól, amit már utána Jósi elmondott, az identitástáborról beszélt, hát nem mindent mondott el, meg nem teljesen úgy. Most az identitástábor diák szemmel halljuk egy fiatal részvevő szájából is, hogy ő hogyan éli meg. Nemzeti Identitás Tábor diák szemmel, majd mindjárt a cím is mutatja. És hát akkor kezdjünk bele. Hát nekem az egész Nemzeti Identitás Táboros dolgaim, azok 2016-ban kezdődtek, ugye Érsekújváron. Hát én egyébként emlékszem arra, hogy az első táborom előtt én voltam egy tánctáborban. És nagyon sok embert megismertem, és egyáltalán nem akartam elmenni. Semmi kedvem nem volt hozzá. Hát már akkor is sajnos olyan voltam, hogy ha valakit megszerettem valahol, akkor én sírtam, bömböltem, nem akartam elszakadni tőle. És tudtam, hogy ha elmegyek ebbe a táborba, akkor valószínűleg megint lesz egy ilyen alkalom, és semmi kedvem nem volt hozzá, de édesanyám addig-addig győzködött, hogy elmentem. És hát nem bántam meg. Az az igazság. Nagyon-nagyon hamar, tényleg pár napon belül megszerettem az ottani embereket, és egy ilyen családként működött. Hát az idősebbek azok ugye tanították a fiatalokat, ahogy már Józsi is elmondta, és a fiatalok pedig tanultak tőlük, valamint így egymás között egyébként a fiatalság nagyon, nagyon érdekes szerintem, hogy mi rögtön befogadtuk egymást, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szoros kapcsolat alakult ki köztünk. Már rögtön az elején az egész tábornak, és engem ez nagyon meglepett, és nagyon jól esett egyébként. Úgyhogy én már akkor eldöntöttem, hogy bizony jövőre is megyek. Na és hát, hogy miről is szólnak ezek a táborok? Elsősorban utazunk, össze-vissza megyünk, múzeumokat látogatunk, templomokat, és városnézések is vannak. Viszont emellett még nagyon-nagyon sok érdekes programot kínál a tábor, például kulturális programokat. Ezeknek a keretein belül például a népi kultúráját is megismerjük a másiknak, vagy a gasztronómiáját egyébként. Volt olyan, amikor főztünk is egymásnak például, szóval biztos, hogy rengeteg érdekes ismeretre teszünk szert. És aztán vannak tábori programjaink, például ismerkedős estek, olyankor mindenki mindenkinek bemutatkozik, és nagyon vicces játékokat szoktunk kitalálni. Vannak csapatépítő programok, mivel egyre növekvőbb létszámmal rendelkezik a tábor, ezért csapatokra bontjuk a résztvevőket, és mindenhol van csapatvezető, és hogy ugye így csapatonként is összeszokjunk, szokunk ugye csapatépítő programokat kitalálni, esetleg csapatépítő délutánok, napok, konkrétan volt olyan tábor is, ahol egy egész napot töltöttünk el csapat szinten. Vannak ki mit tudjaink, és dalpárbaj, amikor kipróbálhatjuk magunkat. Nagyon érdekes egyébként. És vannak ugye ezen kívül még táncházak, tánctanulás, népdaltanulás és kézműveskedés, valamint minden tábor végén szokott lenni táborzáró, valamint szabad foglalkozások is szoktak lenni. Például ugye tavaly voltunk Panyolán, és ott a Panyola Fesztivál is program volt, és választható program volt, hogy elmenjünk a fesztiválra esetleg, de volt olyan, aki a tábor helyszínen maradt. És itt hoztam képeket is, látható, hogy nagyon jó szokott lenni a hangulat. És ugye az eddigi táborok, az első nekem ugye Érsekújvár volt, a második, amiben ott voltam, az Panyolán volt, Nagydobrony és Tótfalu, ahol ugye a legtöbben voltunk, közel 150-en,
És itt egyébként dolgoztunk is a Mini Délvidék projekten, és ugye koncertet is rendeztünk, ugye Ismerős Arcok és Mr. Bazari. És aztán a következő táborok nagy része itthon volt, mivel jött a Covid, úgyhogy itthon tartottuk lakiteleken és Sátoraljaújhelyen, Banyolán ismét, Zalaegerszeg Lendva, és Temesváron volt az utolsó. És hogy miért fontos nekünk, fiataloknak, hát az új kapcsolatok mindenféleképpen megéri, majd vissza is fogok térni erre egy személyes történettel is, hogy miért ennyire jó, viszont a generációkon átívelő kapcsolatok is egyébként nagyon jó. Tényleg szüleinként vigyáznak ránk az idősebbek, és ez egyébként szerintem nagyon szép. Élmények, tapasztalatok, lehetőségek. Ugye, amint mondtam, tényleg rengeteg élményt tudunk szerezni ezekben a táborokban. Nagyon sok új ismeretre tudunk szert tenni, és annyi lehetőséget nyújt, hogy biztos, hogy megtalálod a saját személyiséged egy ilyen tábor alatt, mert rengeteg mindenre lehet rájönni, hogy te milyen is vagy igazából. Valamint nyilván a magyar kultúra megőrzése, hiszen akik ebbe a táborba eljutnak, fiatalok, nagy általánosságban igaz, hogy szívügyünk az, hogy tovább tudjuk adni a magyar kultúrát majd a gyerekeinknek is, és ne vesztenem. És akkor ugye mondtam, hogy vissza fogok térni egy személyes történettel, egyébként ezért váltam nagyon ezt az előadást. Hát én amikor 2016-ban elmentem az első táboromba, én akkor ismertem meg azokat a barátaimat, akik mai napig a legközelebbi barátaim, és nagyon sokat megyünk egymáshoz, ők délvidéken laknak, Adán, és volt olyan nyár, amikor felváltva mászkáltunk át egymáshoz, volt, amikor én töltöttem el egy hetet Adán, volt, amikor ők jöttek hozzánk át Hódmezővásárhelyre, és rendszeresen tartottuk a kapcsolatot. És a képen szereplő fiút is ki szeretném emelni. Nekem ő az első olyan internetes barátom, akivel egy éven keresztül nem találkoztunk személyesen, és ebben a táborban volt lehetőségünk életünkben először találkozni. Hát én nagyon meghatódtam úgy őszintén, és eszméletlenül jó érzés volt őt élőben is látni. És tényleg eszméletlen, hogy milyen tud lenni megismerni ott új embereket, és rögtön családként tekinteni rájuk. Nyilván nehéz megoldani egyébként ilyenkor a kapcsolattartást, és az a probléma, hogy erre csak egyetlen egy megoldás létezik jelenleg, az pedig az internet, bármennyire szomorító, hogy nem tudunk bármikor átugrálni már a másikhoz, de próbáljuk tartani így a kapcsolatot, és rendszeresen felhívni egymást, akár videó cseten, akár telefonhívásban. És hát én egyébként nagyon szeretnék mindenkit bátorítani arra, hogy jöjjön el a táborokba. Én nem tudtam, hogy lesz egy harmadik tábor is, szóval azt nem raktam rá a plakátra, de kettő tábornak ott van a pontos dátuma is, és tényleg nagyon örülnék, hogyha minél több arcot látnék innen, akik most itt ülnek velem szemben a táborban viszont. És sajnos egy nagyon szomorú dologra is rá kell itt térnem, ugye a háborús helyzet a szomszédunkban. Én őszintén szerintem mindenki egyetérthet velem a fiatalok közül is, hogy ez minket is nagyon aggaszt, és aggódunk mindenkiért, aki ott van jelenleg, és elszenvedi a mostani helyzetet. Megvisel minket is, nem csak a felnőtteket, lelkileg, mentálisan, mindenféleképpen. És szerintem mindenki reménykedik és imádkozik azért, hogy minél békésebb legyen a kimenetele ennek az egésznek.
És hát igazából itt le is zárnám nagyon gyorsan, úgyhogy köszönöm a figyelmet.